Nem mindegy, melyikbe beszélünk. Igen, elhoztuk. Ezek, vagy ehhez hasonló akasztófák a ráakasztott bávúval együtt közel egy éve is nálunk voltak már. Üzentünk akkor is a hatalomnak, üzentünk nekik, hogy bizony ez be fog következni. Az, ami kedden történt, sokan mondják, hogy gyalázat, nem. Az egy szükségszerű dolog volt. Annak meg kellett történnie, és örüljünk neki, hogy nem ilyen történt, de ha nem tanulnak ebből sem a mocskos hazárulók és az őket kiszolgáló kutyák, akkor bizony előfordulhat. Akár ez is előfordulhat. Egy éve is ezt mondjuk, és ezek semmit nem tanulnak. Egész héten a politika hisztiével volt tele a média, tele volt azzal, hogy hisztisznek egy köpésen. Hisztisznek rajta, mert a főnökeik, a pénzhatalom ezt mondta nekik, ezt a parancsot kapták, hogy hisztizzetek a pénzetekért, hisztizzetek, mert különben ki lesztek rúgva. Vagy hagyjuk, hogy felakasszanak ezek benneteket. És éppen ezért ezeknek a mocskos politikusoknak, még talán benn van Kövér László, az előbb kinézett, megnézte ezeket a zakasztófákat, nekik üzenem, és az ő főnökeiknek, ismét Petőfitől, az ördög bújjék az uradba, te pedig menj a pokolba! És van tovább is, húzz rá cigány, csak azért is, ha mindjárt az ingemért is! És köszöntelek benneteket, és örülök neki, hogy annak ellenére, hogy már a köztársasági elnök is hazáruló módon megfenyegetett mindannyiunkat, mégis itt vagytok ennyien! Egy hatalmas tapsot érdemeltek! Igen. Nem hagyjuk! Igen, most már május 1-e óta érik, bár mi ugye itt voltunk az első föltüntetéseken is, itt az Alkotmány utcában, mármint a devizaadósok, és egyre inkább érik, hogy mi együtt fogunk menni tovább az úton, mert hiszen a házak alatt is magyar föld van, és a magyar földeket is elveszik devizaadósság miatt is. Hát mi ez, ha ez nem kapcsol minket össze? Hát ha nem kapcsolt össze a jólét, hát kapcsoljon most össze a vész, az a vezetelem, ami mindannyiunkat fenyeget. Azokat a birkákat is, akik ma délután itt voltak. Jöttünk ezekkel a tábláinkkal, olvasgatták, nézegették, és egyetértettek vele. Jól meggondoljátok, királyunk is ezt mondja, ugyanezt mondja. Egy probléma van vele, nem ezt teszi. Ez a fő probléma, hogy ő nem áll ki az emberekért. Mondhatnánk azt, és nagyon sokan azt mondják, hogy csúnya dolog volt leköpni egy politikust. Megmosdották. Így van, én nem gondolom így. Én sokkal inkább arra térnék rá, hogy ki a felelőse annak, hogy ez megtörténhetett. Mint mondtam, szükségszerű volt szerintem. Ennek három felelősi köre van. Most az egyikről szeretnék nektek beszélni. Ez pedig a fősodratú média. Az, hogy idáig jutottunk, és hogy lehet, hogy néhány hónap múlva akár vér is fog folyni, ezért az egyik főfelelős a fősodratú média. Az, aki elhallgatja az igazságot, elhallgatja a ti szavatokat, és kiemeli ezeknek a mocskoknak a szavát. Kiemeli azt, amikor hazudoznak össze-vissza, és eltusolja azt, ami történik a valóságban. Nézzük meg azt, hogy miért nem hív be a fősodratú média mondjuk egy jogvédőt, amikor egy békésen utazó magyar családot tolvajhorda leköpdös a buszon. Volt már ilyen, igaz? Mégsem hívtak össze hatalmas konzíliumokat, nem hívták be a jogvédőket, és nem állt ki a köztársasági elnök. És mi van akkor, amikor megölnek egy magyar embert? Minden esetben ekkora hisztit rendeznek? Ugye? Akkor karddal leszúrták egymást a cigányok a villamoson. És amikor néhány hete az ekkora búzát beszántották, akkor hányan hisztisztek innen ebből a házból? Nem hisztisztek. És amikor meglátják az osztrák rendszámú traktorokat nyugaton, akik most már mióta szántják a földjeinket, akkor vajon a fősodratú média
kimegy, kamerázza őket, nézegeti, és a rendőrök nyomoznak? Melyik osztrák paraszt ült már bent egy-két napot a fogdán, csak azért, hogy kihallgassák, hogy mégis milyen lószart keres Magyarországon a traktorjával? Volt ilyen? Nem volt? Miért nem hisztitek akkor is? És vajon, volt-e már olyan, hogy az egyik reggeli műsorba behívtak egy bankvezért, amikor előző nap valakinek, egy családnak elvitték a házát? Vagy öngyilkos lett, így van! Akkor ültek benne a bankvezérek? Keresztűzben? Nem, senkit nem érdekelt a dolog. És akkor, amikor a cukorgyárainkat elvitték, és a többi dolgot elherdálták az országban, akkor sikítozott a fősodratú média? Nem. Ezek csak akkor jelenítenek meg minket, ha az érdekük úgy kívánja. Tavaly nyáron tele volt a fősodratú média az akasztófás képeinkkel, a vonulásunkkal, de miért? Mert a főnökük, Vityó, azt mondta nekik, hogy nekem ez most kell a devizás harcomhoz, a bankellenes, látszólagos harcomhoz. Fősodratú média, jó van Viktorom, nyaljunk úgy, ahogy kell, és mentünk és csinálták. És egyébként meg a mi harcunkat elhallgatják. És amikor egy ócska ripacs, egy mocskos disznó olyan szavakkal illet, engem mondjuk elküldött az anyámba, de az annyira nem fontos élő műsorban, de hogy rólatok mit mondott, nem tudom, figyeltétek-e? Azt mondta, hogy azok, akik részt vettek itt ezen a tüntetésen, azok szerencsétlen küllemű emberek. Hallottátok? Igen, hallottam. Ugye? Néhány tucat nyomorultnak nevezett minket. Az anyja nyomorult. Barbároknak hívott. Pár baromnak. Bizony, Sugi, te is benne voltál. A hölgyet, aki végül is megmutatta, hogy mit kell tennünk a hazárulókkal, fehérje halmaznak nevezte. Majd további dolgokat mondott rólatok, akik itt voltatok kedden. Azt mondta, hogy nyomorult disznók vagytok, és állatok. Az anyja! Tudjátok, kiről beszélek? A Bayer Zsoltról, bizony a Bayer Zsoltról, akivel már nagyon tele van a hócipőm, az nem az én dolgom, hogy őt most feljelentsem, majd Tamás megnézi, hogy kell-e ilyet tenni. Nyilván álljunk mellé, ha igen, akár mindenki, aki itt volt, hiszen ilyennel illettek minket. Az, hogy engem igen, mert valami egyes közszereplő vagyok, de itt azért a többiek csak egy résztvevők voltak a tüntetésen, csupa nagybetűvel résztvevők. Viszont van nekem egy másik módszerem. Mit szóltok hozzá? Így van, a lakására! Ennek a mocskos ripacsnak a lakására kell elmennünk! Az a kérésem, én nem tudom, hogy hol lakik, de kelletek hozzá ti is. A címemre, az e-mail címemre küldjétek el, légy szíves, a címét. Aki tud egy fényképet róla, hogy abban a lakásban ő valóban bemegy és eljön, én pedig megszervezem nektek a tüntetést az ő házához, és megmutatjuk, hogy itt szó nincs arról, hogy ezek az emberek szerencsétlen külleműek lennének, vagy nyomorultak lennének, majd megtudja, amikor ott fogjuk harsogni, hogy egy büdös köcsög. Lépjünk föl magunkért, és ne hagyjuk, hogy bárki lealázzon minket. Álljunk ki az igazunkért, és így menjünk tovább. Pénteken, akinek van véna pucájába, az jöjjön oda reggel 8-ra a nyugati térbe, térre az OTP elé, és mutassuk meg most a bankároknak, hogy nekik is ez lesz a sorsuk, ha nem hagyják abba a népfosztogatását. Sziasztok!